Egykoron egy jó hangulatú, ami a házi versenynek indult, az elmúlt 10 évben viszont az egyik legrangosabb hazai viadallá nőtte ki magát, az Apagyi Szabadosok Kupa. A jubileumi tornát a megszokott helyszínen, az Zrínyi Ilona általános iskola tornatermében, de a megszokott januáritól eltérő időpontban rendezték meg. A szervezők szerint az eddigi legrangosabb mezőny állt hétfőn asztalhoz. Az egész éves verseny által annyira zsúfolt, hogy a komolyabb játékosok el vannak foglalva az olimpiai felkészülés miatt. Ennek ellenére, hogy az utolsó pillanatban még a tavalyi győztesünk Jakab János is beesett a csapattársával, Molnár Krisztiánnal együtt, akik Ausztriába légióskodnak, ők plusz beemelik a színvonalat, és ezen kívül ugye a megszokott társaság, akik ugye mind válogatott játékosok voltak, ezek egy nagyon komoly színvonalat képviselnek most, és pluszban a Székelyhúva helyről érkezett játékos György Roland is, aki Olaszországból tért haza, és ő velük egy szintű játékos, úgyhogy ez nagyon jól sikeredett ez a 10. rendezvény. A négyszeres egyéni győztes Marsi Márton 9. alkalommal állt asztalhoz Apagyon. A Németországban légióskodó pingpongozó kevés esélyt látott 5. sikerének megszerzésére. A fiatalok azért már, én azt gondolom, hogy jobb játékerőt képviselnek nálam. Én azt gondolom, hogy tehát azért egy olyan, ebből a 8 emberből azért már 4-en nálam jobb játékosok, úgyhogy hát mindent megteszek a siker érdekében, de nem lesznek álmatlan éjszakáim, hogyha elvérzek véletlenül egy kicsit előbb, mint ahogy szoktam. A székelyudvarhelyiek az első verseny óta visszatérő vendégek Apagyon. Nekünk mindig nagy öröm visszajönni Apagyra és ezen a rendezvényen részt venni, hiszen itten amellett, hogy több mint 10 éves jó baráti kapcsolat van nekünk az apagyi szakosztállyal, egy hangulatos és magas színvonalú verseny, amire szívesen jövünk, jól érezzük magunkat itten. A versenyt egyéniben a céldömölki színekben induló Linden Ádám nyerte a székelyudvarhelyi György Szilárd előtt. A 3. helyen Gerold Gábor és Molnár Krisztián végzett. A párosok döntőjében a Linder Marsi duó győzött a Jakab Molnár kettős ellen.